Sziasztok, én Kőszikla vagyok, és ez pedig már itt az őszi betakarítás a permakultúrás kertembe. Na, összességében el tudom azt mondani, hogy ahogy ugye ez az idei egészségügyi helyzet miatt én arra gondoltam, hogy itt nekünk nagyon kell majd a zöldség, mert hogy nagy bajok lehetnek. Hát ahhoz képest ugye az én munkahelyemet nem érintette ez a helyzet, és hát ugye én főállásban dolgozok, annyit nem tudtam foglalkozni a kerttel, mint amennyit kellett vagy lehetett volna. Viszont hát sajnos aki elvesztette, annak biztos, hogy sokkal tisztább volt a kertje, úgyhogy nekem nagyon fűves lett, és nem termed benne annyi zöldség, hogy egy komolyabb válságot át lehetett volna vele húzni. Tehát, hogyha így nézem, akkor ez a terv bukó volt, viszont annak jobban örülök, hogy a munkahelyem megmaradt. És hát ugye a főállásból el tudok menni a boltba venni kaját. Viszont fordított helyzetben, ugye több időm lett volna kerttel foglalkozni, és akkor valószínűleg több is termett volna benne, meg nem lett volna benne melligérő gaz. Na, hát ez itt a szalmás rész. Itt az idei évben szerintem vagy kétszer dudváltam a paradicsomok között, nem többször. És lett is elég nagy gaz közötte. Az idén már volt paradicsomkaró is, de nem jutottam odáig, hogy felkarózzam. Nem is nagyon izgatott a dolog, mert így, hogy a szalmába fekszik a paradicsom, így annyira nem rohadt, mint a tavalyi évben. Vannak viszont lakók. Hát ez szerintem olyan nagy méretű ez a lyuk, hogy ez már szerintem inkább hörcsög. Ez már nem is egér, hanem hörcsög. Egész sok lakó jött arra, hogy itt most már zöldséges kert van, és nem gyep. Amit én gondoltam arról, hogy majd nem kell vetnem, mert hogy én már tovább elvetettem, hát először azt gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyképű elgondolás, de nézzétek meg, hogy itt igaz ugyan, hogy csak ez az egy tő paradicsom, ez egyébként egy tő paradicsom, ez itt a mulcsosnak a szélébe kihajtott, és nem nyúltam hozzá. Ez apró szemű, ez a fürtös, de ez a legfinomabb az összes közül. És ezt nem tudom már utólag megmondani, hogy ez tavalyi hullott magból van, vagy az egyik multinál vásároltam ilyen édes fürtös paradicsomot, hogy esetleg abból került-e ide egy palánta, lövésem sincs. Ennek a magjából fogunk átenni, mert ez nagyon finom. Az idei évben ugye erről a paradicsomról hát olyan sokat szedtünk le, erről az egytőről, hogy levest is készítettem belőle, mindenféle fűszer nélkül. Olyan érett volt, hogy csak egy kicsit meg kellett nyomkodni, egy kicsit ugye, hogy megpuhuljon a hús, egy kicsit alágyújtottam, és akkor vagy egy 10 percig. És egy nagyon jó sűrű leves lett belőle, nem kellett bele se tészta, se semmi, se fűszer, és pirítóssal, fokhagymás pirítóssal, nagyon finom volt, még most is csorog a nyálam. Na, hát szomszédomtól kaptam paradicsomot, 3 fajtát is, ez azokból van, amit itt láttok. Olyan sok paradicsomunk van, hogy ennyit nem is tudunk megenni, befőzni meg nem akartunk. A paprikák meg... paprikákat meg Egerből a piacról vettem. Vettem 3 tő erőset, hát egynek a végéből vágtunk idáig. Annyi fogyott belőle, meg vettem ugye ilyen fehér, nem csípőset is. Még mindig van rajta. Egész egyszerűen nem győzzük megenni, de arra meg nincsen időnk, hogy meg akarat se, hogy lecsót készítsünk belőle, mert hát ugye igazság szerint az van, hogy a főállás megmaradt, és így továbbra is bármikor tudunk menni a boltba venni, hál' Istennek nem omlott össze semmi. Na, akkor a krumpli, amit a tavaszon vetettem, ugye itt a szalmásnak a szélébe. Most én látom rosszul a képernyőn, mert eléggé oldalról csap már a nap. Majd itt a ház árnyékában már majd jobban lehet látni, hogy így egy kicsit jobban látom már én is, hogy amit a földbe vetettem, azokban több a világbajnok méretű, és
és egy kicsit nagyobbak is, mint ami a szalmásban volt. Azaz, ami a szalmásban volt. Elég sok meg lett belőle rágva. Ott is nagyon sok járat volt a szalmában, de a földbe nagyon jó termet. Veteszem mellé a kezem, hogy lássátok, hogy ez azért egy szép nagy krumpli. És hát ugye látszik, hogy hatalmas járatok vannak benne, úgyhogy valaki itt eléggé betartalékolt. Burgonyából is. És hát ugye a szalmáshoz képest a földes jobb. Ezt egyébként Tóth Feri meg is mondta nekem, hogy hát ugye ők Gödöllőn csináltak egy jó pár kísérletet, ugye, hogy komposztba, szalmába, diófalevélbe, mindenbe vetettek krumplit, és hát a legjobb az lett, amelyiket komposztba tették. A szalmának ugye nincsen tápértéke. Ott is lett krumpli, meg tagadhatatlan, hogy a szalmás részen nem kell annyit küzdeni a gazzal, de ott nem terem annyit, mint a földbe. És látjátok, a földbe nem bakhátoztam meg, olyan sűrűn nem kapáltam, mert az idei évben talán háromszor kapáltam, de utána már nem győztem tovább, és belgazdasodott teljesen. Na, és akkor itt még, ami a krumpli mellett volt, itt a zsinór alatt utoljára, ez piacról jött, Zeller. Zeller volt egy pár tő, a többit már nem látom, ez még mindig zöld. Meg itt ott mellette két sor hagyma. Látszik is itt a sorait, már az ásóval mentem végig, szedtem föl. Az meg ott a szélső sor répa. És a répának, meg a petrezselyemnek a sorában lehet látni, hogy végig, ahol a zöldség volt benne, ott a metrósot végig, alatta végig túrt, és az összes össze van rágva. Idáig ezen a félsor répán, vagy már több is, mint a fele, egy egészséges répa volt benne, nem több. Az az egy szál egészséges benne. A többi az mind vagy rohadt, vagy el lett lopva. Gyakorlatilag lehordta a metrós a járatába. Úgyhogy ilyen lett a termés. Próbálkoztunk dinnyével is. Ki vagyok zoomolva ki? Próbálkoztunk dinnyével is. Uborkánk annyi volt szintén, hogy szerintem egy három tő is elég lett volna kettőnknek. Egész egyszerűen nem győztük meg enni, olyan sok volt az uborka. És megint csak ugye arra nem értünk rá, hogy foglalkozzunk ilyennel, hogy savanyítás vagy ilyesmi. A dinnye az is egy olyan dolog, amit jövőre nem fogok vetni, mert nem is nőtt meg olyan szép nagyra, bár lehet, hogyha öntöztem volna, akkor azért jobban sikerült volna. Nem is nőtt meg olyan nagyra, meg nem is lett olyan édes. Tehát azért a 4-5 darab dinnyért, amit egy évben megeszek, azért nem éri meg dinnyét vetni a kertbe. A tök viszont nagyon jól beárnyékolta a zöldséges kertet, elég jól visszafolytotta a gyomot, és adott is szép számmal tököt. Na, közben betelt a tárhely a kamerán, úgyhogy ki kellett hajítani egy pár mélyes videót. Szóval ott tartottam, hogy a multistök, és nem akarom nevén nevezni, de a multiba, tudjátok, a babatök, az a narancssárga, ami baba alakú. Na, annak a magját szedtem ki tavaly télen. Eltettem a magját, és az egész jó termett. Nem lett olyan édes, meg nem lett olyan nagy, mint ami a boltban van, tehát akár azt is lehetne továbbra is a boltból venni, de azért nem lett rossz. Ez meg kapott magból van, ezt még nem kóstoltam meg. Sütőtök, ezek nem lettek olyan jók. Mellé teszem a kezem, már úgy méretre, ízre még nem kóstoltam, viszont mostanában egész sokat szoktunk párolt zöldséget enni húsokhoz, és ezeket a tököket fel szoktuk vágni, aztán behajintjuk a párolóba is, nagyon jó köret a mindenféle húsételekhez. Hát a bab az teljesen letermett, leszáradt, meg le is hullott a magja, úgyhogy a babról arról lecsúsztam, az nem lett betakarítva, de tök látjátok még imittam ott van. Na, erről beszéltem, erről a baba alakú tökről. Ez is nem érett meg annyira, ennek szép sárgának kéne lennie, de így is ehető. Nem annyira édes, mint hogyha jól megérett volna.
Hát a csemege kukorica, az meg... Ja, és gombám is volt egy csomó. Nézzétek meg, itt is egy gomba. Mindenféle gomba termett. Ez már szerintem a madaraknak az elesége. Hát lett valamennyi csemege kukorica is. Ezt most meg nem mondom, hogy a csemege kukoricát a végén megfőztük és megettük-e. Azt hiszem, hogy igen, egy alkalommal talán főztünk belőle. Ez is olyan dolog, aminek borzasztó drága a vetőmagja. És nem biztos. Tehát, hogy odafigyelés nélkül eleget, anélkül, hogy eleget öntöznéd, meg kapálnád, hát nem lettek olyan szépek, meg azért a párcső kukoricáért szerintem nem éri meg ezzel se pacakolni. Viszont, hát ugye ez az első évem a zöldséges kertben jól elválasztotta, hogy a tökből viszont igen. Tehát tökből jövőre mindenféle magokat fogok beszerezni. Legyen többféle is, már nagyon szeretjük párolva, sütve mindenhogy húsok mellé. És annak ugye egyébként is nagy terület kell. Hát a gyökér zöldségek azok meg az úgy néz ki, hogy a hörcsög martaléka lett. Úgyhogy abból sokat nem fogunk enni. Hát a nyuszi az majd örülni fog neki. Van egy kis törpe nyuszink, bent lakó házi nyuszink, majd ő a maradék répának fog örülni neki. Eltesszük, aztán olyan sokat nem eszeget meg belőle, de az meg a nyuszi martaléka lesz. Na, hát ennyi gaz jött ki a kertből az egyik oldalon, ott a másik oldalon még egy nagy kupac, csak erről a részről, ami a mulcsos, meg a itt a zsinór között van. Ja, és a fagyal nem sikerült. Többet kellett volna öntözni, mert a végére már porszáraz volt ott a földje, ahova a fagyalt eldunkadtuk. Úgyhogy sövénynek leszúrt fagyalból is nem lett semmi. Gondolkozok rajta, hogy az idén veszek kertészetből gyökeres dúvanyt, és akkor majd azzal próbálunk meg sövényt telepíteni. Az almafánkon rengeteg alma van, és hát abból javarészt almás süti lesz. Van egy kis körtefánk, azon is rengeteg körte volt, és a cseresznyefán is annyi cseresznye volt, hogy azt megenni nem győztük. Idén ősszel egy kicsit kisebbre fogom venni a koronáját, hogy ne árnyékoljon olyan nagyot egyrészt. Másrészt meg a tetejéről úgyse tudom leszedni a cseresznyét, és akkor egy kicsit kisebbre veszem a koronáját, ameddig létráról elérem, csak addig engedem fölnőni a cseresznyefát, úgyhogy ezen vágunk egy kicsit. Na, szomszédom beköszönt, úgyhogy én is itt a videó vége a cseresznyefámmal elköszönök. Hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!